Fekete Peróni, Molnár Ilona. William Lévy, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Círják Csilla, Kisvirág, Orosz István, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Kis Eszter, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Seres Dániel, Seder Gábor. Árva Angyal. És el is fogod venni. Igen. El fogom venni Esztefániát. Szereted? Szereted? A saját életemet fogom élni. És nem is akárhogyan fogok élni. Igen! Az a kis liba annyira elszontyolodott. Főleg, amikor Juan Miguel is megerősítette, hogy tényleg együtt vagyunk. És nem pityeregte el magát? Nem. Ó, de nagyon tűrtőztetnie kellett magát, abban biztos vagyok. Épp ellenkezőleg nagyon fölényesen viselkedett, kötekedni próbált velem, vicces akart lenni. Hát nem egy ártatlan bárányka. Igen, de a kapcsolatunk híre olyan volt neki, mint egy tördöfés. Remélem ez azt jelenti, hogy ellene fordul. És soha többet nem beszélnek egymással. Kicsit túl sokat álmodozol, Estefi. Az a liba épp a kertben van. Juan Miguellel beszélget. Mi? Hol van? A kertben. Látod őket innen? Persze, hogy látom, de nézd csak meg. Oda nézz. Várj csak, most nem válaszolsz? Igen vagy nem? Jaj, Mari Csúly, de hát ha egyszer elveszem, akkor szeretnem is kell. Hát úgy lenne szép. Most miért baj ez? Nem baj. Hát nem baj. Legyetek boldogok. Jól van. Na gyerünk befelé, búgjanak a galambok. Esztefánia oda bent vár rád. Mit keresel? Megyek már. De még mondd el, hogy mi volt Amadorral, amíg nem voltam itthon. Ha nem vigyázol, még a végén elcsábítja az új szerelmedet. Pedig olyan, mint aki a légnek se tudná ártani. Nénikém, kérlek, ne húzz fel még te is! Na és azután, mivel olyan nagy darab, valamit gyorsan ki kellett találnom. Szóval elkezdtem kotorászni a hátam mögött, és az első nehéz dologgal, bum, elkezdtem ütni, ahogy csak bírtam. Aztán egyszer csak nagyon eltaláltam a fejét, ami nem baj, mert eddig is üres volt. És akkor aztán, amikor ott feküdt a földön, azt hittem teljesen vége, hogy megöltem, érted? És akkor Vicente, megjött Vicente, aki megnézte, és azt mondta, hogy nem halt meg, és hogy szerintem menjek onnan, úgyhogy eltűntem. Persze, mivel gondoltam, majd ő gondoskodik mindenről, ennyi történt. De mi? Hát az, hogy anyám, csak azért, hogy irányítani, meg manipulálni tudjon, úgy csinált, mintha megvakult volna, és így járkált fel alá, és azt mondogatta, hogy feljelent. Annyira kivoltam, majd meghaltam, de Adrián végül rájött, hogy hazudik. És így megtudtuk, hogy nem vakult meg. Kész, vége, ennyi volt a mese. Ehhez mit szólsz? Ki tudja, miket hordhat össze, idegesnek tűnik. És ő nagyon figyel rá. Nem jelenthet semmi problémát. Hát én nem így gondolom.
Nagyon mérges lehet, hogy együtt vagytok. Hát jó, azért örülök, hogy nem esett nagyobb bajod. Igen, ezek a dolgok azért történnek, mert buta vagyok. Nem törődöm semmivel, csak csinálom, amit jónak látok. Már mondtam neked, hogy tanulnod kellene. Szerelmem, be tudnál jönni velem? A papáik már várnak ránk. Gyere, menjünk. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé, la dejé por conquistar una ilusión. Nézd, mennyi az idő, és még senki nincs, itt soha nem kezdjük el. Én is Amadort várom, hogy felmondjak. Elegem volt Becky. Akkor többé nem látjuk egymást. Lehet, hogy nem. Áruló vagy, Izrael! Mindjárt kezdünk. Amador. Nagyon izgulsz. Igen. Érthető, mindjárt. Áruló vagy, Izrael! Elárultál! Nem értem, mi a bajod. Ó, hát persze, hogy nem! Átpártoltál a zsugorítóékhoz. És ez itt mi, Amador? Az értéktelen, de feszes fenekű lányok klubja. Én művész vagyok. Ugyan már, azt csak szeretnéd. Hagyjátok abba! Tudod mit? Ebben a darabban te nem fogsz szerepelni. Hát ez vicces, mert én pont azért jöttem, hogy felmondjak. Ajaj, milyen büszkén mondja. Nagyon biztonságban érzed magad most, hogy Száromán pénzzel, igaz? A pénz, amit keresek, tiszta. De neked, aki nem mozdított meg egy széket sem, mondván az állam úgy is fizeti a színészeidet, persze nem égeti a kezedet a pénz. Köszönöm! Jaj, ne! Nem hiszem el! Szia, mi a macsek? Hát szia, kicsike cica, mint a macsek csacsek, hallod? Te aztán szeretsz odakint mászkálni. Én éppen szomorú vagyok. Ha te tudnád, hogy mennyire nagyon magam alatt vagyok. Hello! Jaj, Adriano! Ezt nem hiszem el. Te olvasol a gondolataimban. Hogy vagy, Maricsúj? Inkább bele sem kezdek. Jaj, gondjaid vannak? Csak a szokásos. A bíró ki nem állhat engem. Én meg persze nem vagyok jó kislány. Köszönöm. De folytatom. Éppen Juan Miguel-el beszélgettem, de aztán jött az a zsiráf barátnője, és bevitte. Van barátnője? Estefánia ember. Az a zsiráf. Tudod, a zsarnok meg az asszonyság lánya. Tegnap este volt egy parti, azon jöttek össze Juan Miguel-el, meg minden. Mindjárt össze is házasodnak. Mikor össze. Házasodnak? Azt ki tudja, Adrián, de mikor fejest ugrik majd az üres medencébe, én azt nem nézem végig. Már azt is mondta, hogy figyelemmel kíséri a jövőmet. Aha. Tudod, mit akar? Hogy tanuljak. Szerintem az nagyon jó ötlet. Azt is mondta, hogy majd szerez nekem egy tanárt. De tutira az az öreg begyöpösödött fajta lesz, aki majd úgy felhúz, hogy a végén a fejéhez vágom a tollaimat, a ceruzáimat, a krétát, meg mindent. És engem is megdobálnál? Nem, téged nem. Akkor nem kell tovább tanárt keresned, Maricsúj. Én tanítalak. Tényleg? Aha. Azt a... És miről beszélgettél, Maricsúja, kedvesem? Arról, hogy mi történt, amíg nem voltam ott. Jaj, nem szóltam Maricsújnak, hogy készülődhet ebédelni. Ma nem fog velünk ebédelni. Miért nem, Patricio? Mert szeretném fegyelemre szoktatni. Nem ül velünk egy asztalhoz, amíg meg nem tanult művelt ember módjára viselkedni. Bocsásson meg, Patricio úr, de ezt igazságtalanságnak tartom. Ebben sajnos nem értünk egyet. Lehet, de hogyha bűnbakot akar keresni, az legyen Amador, vagy én. Mi verekedtünk, nem Maricsúj. Az egész az ő hibája. Egy szörnyű jellem. Azt csinál, amit akar, és nevelésre szorul. Patricio, Maricsúj nem akar semmi rosszat tenni. Nem tudta, mit csinál, már mondtam. Nem tudta.
Tudod, hogy jutott be Amador a partira? Egészen biztos vagyok benne, hogy ő lopott neki meghívót. San Román téged is jól behálózott. A Maricsújjal történtek miatt fújsz rá. Ő az enyém. A kezeim közül tépte ki. Nagyon csinos kis vadászsákmány. Örülök, hogy sikerült bekavarnia neked. Mi van veled? Nem adtam fel. Előbb vagy utóbb az enyém lesz. Ez lehetetlen. Akarsz fogadni velem? Kínos lenne, ha így kopasztanálak meg. Az enyém lesz. Foglalkozz inkább Beatrice-szal. Te pedig a saját dolgoddal. Téged senki sem kérdezett. Kifelé! Neked semmi jogod itt lenni! Kifelé! Maricsú nem adhatott annak az embernek meghívót. Hogyha valakit ki nem állhat, akkor az ő. Hát annyira mégsem utálhatja. Mivel egyik este, amikor rájuk nyitottam a garázsban, igen kompromittált.